Három napig együtt mulathat a falu apraja nagyja Galgahévízen a falunapon. Természetesen más településről is várják a vendégeket. A részletekről Vanó Andrással, a település polgármesterével beszélgettünk. Idén is lesz falu rendezvény Galgahévízen, mint minden évben most is jubilálni fogunk, és a 60 éves Kodály Zoltán művelődési ház elnyert jutalmául megépült épületet fogjuk jubilálni. Ez 1953-ban történt Édes Albin vezetésével a galgahévízi lakodalmassal. A fő műsor irány ezt fogja vinni végig a három nap alatt, azzal a különbséggel, hogy pénteken most nem a jubiláló műsort fogjuk előadni, ez főműsorként szombaton fog rendezésre kerülni, és szombaton látható lesz színpadon. Pénteken viszont nagy előkészületekkel szeretnénk mindazokat az elismeréseket és munkájuk által elismert embereknek odaadni azokat az emléklapokat, emlékérméket, amivel Galgahévíz település hozzájárultak a munkához. Én úgy gondolom, hogy egy ugyanolyan szép ünnep lesz kezdésként, mint bármikor máskor. Szerepelni fognak az óvodásaink, szerepelnek a kisbetyárjaink, és természetesen azok az emberek, akik 1953-ban megnyerték ezt a épületet nekünk, ugyanúgy ott lesznek majd a vendégek köreibe, és természetesen ők is megkapják azokat az ajándékokat, hogy nekünk ilyet alkottak. Ez lesz a pénteki nap. Pénteken még hozzá tartozik, hogy az ünnep végén a vendégség, mint egy lakodalomba, ugye megtörténjen, és próbálunk egy táncházat készítetni, előkészülni, és bízunk benne, hogy sikere is lesz. Szombaton, mint ahogy szokott, a falu ünnepünk elindul egy horgászversennyel kint a tónál, folyamatos délelőtti kiegészítő programok, egy lovas bemutató, és elindul a főzőverseny, ami most kimondott a lakodalmi ízek főzőversenye lesz. Nem meghatározott húsokból, de körülbelül meghatározott ételekből fog állni. Mindenkinek lesz egy menüsora, amit a zsűrivel zsűriztet, és természetesen készített olyan ételeket is, ami az ő kedvence egy lakodalomba, és akár a baráti környezetüket, vagy éppenséggel az ide látogatókat fogja tudni belőle megkínálni. Délután 4 órakor kezdünk a kulturális műsorral. A szenzációja ennek a műsornak az lesz, hogy elkezdjük a lakodalmas öltöztetéseket, szokásokat és minden egyebeket az óvodáskortól bemutatni, az óvodásokkal bemutatni. Az első ilyen fellépő csoport lesz, és aki a környezetünkben ovis lagzit csinált, az a Hévíz Györki Sűn Balázs óvoda. Az ő csoportjuk fog bemutatkozni, mint óvodás. Az erdőkürti néphagyományokat fogják feleveníteni nekünk erdőkürtről. Ők is lakodalmas és egyéb a lakodalomhoz függő jeleneteket fognak bemutatni. Zsámbokról érkeznek majd azok az asszonyok, akik bemutatják, hogy ugyanezen a tájegységen belül, de mégis egy más viseletben hogyan öltözött föl a mennyasszony, és különböző kiegészítő vendégeink lesznek, lesz modern tánc, lesz néptánc, lesznek egy-egy jelenetek. Bízunk benne, hogy a Csikó Tojás Társulatunk, ami olyan nagy sikert szokott aratni, idén is megörvendeztet bennünket. 6 órára tettük az ünnepi szentmisénket, és az ünnepi szentmise után 7:30-kor kezdődne a gála, ahol a galgahévízi hagyományőrző csoport már készül az 1953-as eredeti lakodalomnak a színpadra állításával. Bízom benne, hogy nagyon sokan meg fogják nézni, és egy nagyon sikeres előadás lesz majd. Utána jön egy koncert, ami egy ilyen népzenei alapokon, de mégis rock koncertnek mondható, majd pedig a végén Csoresz bál, egy nyitott bált fogunk rendezni, és megpróbáljuk azt a hangulatot adni ennek az egész befejezésnek szombaton, hogy egy lakodalomba vagyunk, éjszaka megtörtént a mennyasszonytánc, most már lehet mulatni, ellátjuk a vendégeket étellel, itallal, egy-egy kínálással, és befejezzük a szombatot. Vasárnap reggel kezdődik a szokásos sportvetélkedők. Ez kinn a sportpályán fog történni, kispályás labdarúgó mérkőzésekkel, családi vetélkedőkkel és minden olyan sport szerető barátnak az együttműködésével, egy jó hangulatú délelőtt délutánnal, ami szerintem mindig meghatározója ezeknek az ünnepeknek, és a galgahévízi falu ünnep ebbe az évbe így záródna. Bízom benne, hogy nagy sikerrel, és hát még nagyon sok részlettel fognak találkozni, akár a televízión keresztül, vagy az újság hasábjain is.
A polgármester fontosnak tartja, hogy a falunap meg legyen tartva, hiszen egyrészt a mostani szűkös anyagi helyzetben is kell egy olyan hétvége, amikor ki tudnak kapcsolódni a családok, másrészt ilyenkor a fiatalabb generáció kaphat egy olyan plusz tudást a múltjáról, ami a későbbiekben arra sarkalja majd, hogy tovább ápolja a település hagyományait. A falu közösség összekovácsoló ereje az, amikor visszaszoktatjuk az embereket, hogy igenis együtt kell örülnünk, be kell mutatnunk mindazt, ami a faluban van, ez legyen gyermek, legyen felnőtt, legyen idős, de tudják azt, hogy mi volt, mi történt egy faluban, hogyan ért egy falu, hogyan volt ennek a lélektani hatása, hol voltak azok az emberek, akik állatot tenyésztettek, hol voltak a kézművesek, mit csináltak egy-egy rendezvényen, egy-egy összejövetelen, egy-egy fosztáson, vagy akár egy-egy mise, vagy úrnapi körmenet körébe. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a mai világunkban ezek a közösségek, amik azért nem is olyan kicsik, hisz azért 2500 főn fölül vagyunk, mégis újraéljék át azokat a lehetőségeket, amit akkor megtettek az őseink, és boldogan éltek. Tehát bármilyen nehezen is, de nagyon boldogan és szeretetbe tudtak élni. Én úgy gondolom, hogy ez nagy meghatározó erő, hogyha együtt tudunk ünnepelni annak, hogy vagyunk, létezünk. És hát ezek a falu ünnepek mindig egy-egy jubileumhoz kötődnek. Tehát ahogy már most ugye készülünk a következő évre, ugye Galgahévíz jövőre 800 éves. Tehát a 800 éves falu ünnephez készülődve próbáljuk úgy az egységet megteremteni, hogy igazándiból be fogjuk tudni mutatni Galgahévízt akkor, azóta, és hogy most milyen állapotokban van. Bár a főzőverseny zsűriének nincs meg a teljes névsora, de az biztos, hogy egy mesterszakács mellett többen is végigkóstolják majd a lagzis étkeket. Még lehet jelentkezni. A rendezvény időpontja július 12-13-14. A helyszín a Galgahévízi Kodály Zoltán Művöldési Ház, a Götz tér és a sportpálya lesz.